A Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola 1966. november 7-én nyitotta meg kapuit Kazincbarcikán. Az intézményben jelenleg több mint 400 tanuló jár 8 évfolyamon 2-2 osztályban. Az alsó tagozat fő feladata a biztos alapok megteremtése, elsősorban magyarból és matematikából. Az alapkompetenciák fejlesztése pedig a felsőbb évfolyamokban heti 5-5 órában folytatódik. Az idegen nyelvek tanítását első osztályban kezdik el, melyre később fokozatos terheléssel és óraszám emeléssel épül a felső tagozat emelt szintű idegen nyelvi oktatása. Az angol és német nyelv elsajátítása mellett a diákoknak az informatika emelt óraszámban való tanulására is van lehetősége. Fontos feladat a kevésbé eredményes tanulók felzárkóztatása, egyénre szabott feladatokkal való segítése, a különösen tehetséges tanulók vezetését, fejlesztését, a differenciált foglalkoztatás mellett pedig a tehetséggondozás és a versenyekre való felkészítés is segíti. Diák önkormányzat gazdag programokkal színesíti a tanulók mindennapjait. A Mihály napi forgatag, a karácsonyi vásár, a farsang mind remek alkalmak arra, hogy a szülők, gyerekek és pedagógusok is érdekes és hasznos programokkal töltsenek időt egymással. Én azért szeretek ide járni, mert lesz új sportcsarnokunk. A város által remek sportolási lehetőségek is nyílnak a tanulók számára. Az idei tanévben például úszni és korcsolyázni tanultak meg a diákok. Továbbá folyamatosan részt vesznek a Mezei Ház kézműves foglalkozásain is, nem utolsó sorban pedig a színház látogatás is nagy népszerűségnek örvend az alsó és felső tagozatosok körében. Kötelező órákon túl a gyerekek mozgásigényüket tömegsporton, illetve táncszakkörön is kielhetik, a zenei érdeklődéssel rendelkezőket pedig várja a dúdoló. A közösségépítés mérföldkövei az évente megszervezett táborozások, az Erzsébet program keretében balatoni nyári táborokon, illetve osztálykirándulásokon vehetnek részt a tanulók, emellett pedig még kihívásokkal teli vándortábor és téli sítábor is várja a fiatalokat. Az Árpád tagiskola jövőre ünnepli 50. születésnapját. Az intézmény tanári kollektívája méltán büszke azokra a kiemelkedő szinten oktatott tantárgyakra, amelyek hozzájárulnak a tanulók sikeres életéhez. Az informatikai oktatásnak köszönhetően a tanulók 8. osztály végére honlapot is tudnak szerkeszteni, valamint a számítástechnika területén naprakész tudásuk lesz, ezáltal sikeres ECDL vizsgát is tehetnek. Az iskola kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelv oktatására. A mindennapi nyelvi órákban kreatív módon, játékosan tanulhatnak a diákok, 8. osztály végére angol nyelvből akár középfokú nyelvvizsgát is tehetnek. Második nyelvként játékos formában a német nyelvvel is megismerkedhetnek a tanulók. A testnevelés órákon a ritmikus gimnasztika elsajátításával energikus és egészséges testhez segítik a tanárok a gyerekeket. A lányok mozgásművészeti alapokat sajátíthatnak el, ilyen például a hajlékonyság és balett ismeretek, ezen kívül pedig kiemelt szerepet kap a ritmikus gimnasztika oktatása és a diákok versenyre való felkészítése. A szabadidős programok keretében gyalog- és kerékpártúrán vehetnek részt a diákok, valamint nyáron bentlakásos és iskolai napközis táborokban tölthetik szabadidejük egy részét. A tehetséges tanulók szakköri foglalkozásokon vehetnek részt az Árpádban, alsó tagozaton német, informatika és tánc szakkör, felső tagozaton énekar és irodalom szakkör működnek. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat tehetséggondozó foglalkozásokon különböző tantárgyi versenyekre készítik fel a pedagógusok.
Az énekkar és irodalmi szakkör tagjai színvonalas műsorokkal készülnek a jeles eseményekre, rendezvényekre. Az Árpád tagiskola kollektíváját büszkeséggel tölti el a városban egyedülálló suli TV, melyet pályázati pénzből sikerült megvalósítani. Az Árpád TV adásai a diákokból álló stábnak és vezető tanáruknak köszönhetően 2019 tavaszától rendszeresen megtekinthetőek lesznek. Az Ádám Jenő Tagiskola alapítása óta elkötelezett híve az énekzene oktatásnak és művészeti nevelésnek. A gyerekeknek alsó és felső tagozaton is heti 3 órában oktatják az énekzenét, illetve hangszeren is megtanulnak játszani, mindez pedig kiegészülő kórus munkával is. A kis és nagy kórus sikerét az is mutatja, hogy egyre több lehetőségük van bel- és külföldön is fellépni. A zenei nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetnek első osztálytól kezdve az angol nyelv oktatására. A reáltantárgyok közül emelt óraszámú nívó csoportos a matematika tanítása, melynek eredményességét a megyei és országos dobogós helyezések is alátámasztják. A tanulás mellett a mozgás is kiemelten jelen van az iskolában. A testnevelés órák mellett a gyerekek választhatnak floorball, röplabda, foci, lánytorna szakkörök közül, mely területeken szintén rangos megyei és országos diákolimpiai eredményekkel rendelkezik az iskola. A hétköznapokat pedig a Diák Önkormányzat által szervezett változatos vidám programok színesítik. Kazincz Barcika színes tehetségpontja a Dózsa György tagiskola. Az oktatási intézmény profilja az emelt szintű angol és matematika oktatás, a komplex művészeti, egészség és környezettudatos nevelés, amely biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz a mindennapokban való helytálláshoz. Farsan farka utószóra, következzen a Dózsa, lépjenek be a birodalmunkba! A tehetséges diákok felismerése és azok fejlesztése nagy hangsúlyt kap a Dózsa György tagiskolában. Számtalan sport és tanulmányi versenyen, megyei országos, nemzetközi megmérettetéseken rengeteg érmet, dobogós helyezést és aranyminősítést szereztek az intézmény tanulói. Az iskola diákjai már az első osztálytól tanulnak angolt, vannak olyan diákok, akik folyékonyan szavalnak és beszélnek angolul. Next up, Buckingham Palace. This is the home of the Queen of England and her family. A diákok használható nyelvtudást kapnak a Dózsában, eddig 31 tanuló tett 8. osztályban sikeres, államilag elismert középfokú nyelvvizsgát. A dózsások informatika órán úgynevezett smart táblákat és számítógépeket használnak, valamint játékos formában tanulják a matematikát, így a tanulók körében egyre népszerűbb ez a tantárgy is. A Dózsa György tagiskola kézilabda referencia intézmény. A tanulók táboroznak, síelnek, jeleskednek a vízisportokban, kerékpároznak, túráznak.
A diákok már 5 alkalommal jártak Erdélyben és Felvidéken is. A dózsások a környezetvédelmi projekt kapcsán Belgiumban, Cipruson, Spanyol és Észtországban is jártak, ehhez kapcsolódóan 9 ország küldötteit fogadták, akikkel együtt énekelték a klímadalt. Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagiskolája a város legszebb részén a kertvárosi zöldövezetben található, és 1980 óta már tanulni és sportolni vágyó gyerekek ezreit készítette fel a középiskolára. 2007-től közoktatási típusú sportiskolaként működik az intézmény. A program az iskola minden év folyamán működik saját tanterv szerint, kibővítve olyan délutáni sportfoglalkozásokkal, mint az atlétika, kézilabda, labdarúgás, röplabda, floorball, grundbirkózás és falmászás. Ezeknek a gyerekeknek folyamatos edzési és versenyzési lehetőséget is biztosítanak, a kiemelkedően tehetségeseket pedig versenysportra irányítják. Ezt a rengeteg nevelő-oktató munkát egy 2017-ben átadott a 21. század követelményeinek teljes körül megfelelő multifunkcionális tornacsarnok segíti. Hasonlóan a tornacsarnokhoz maga az intézmény is egy jól felszerelt, teljes körülön felújított iskola. Rendelkezik könyvtárral, 2 számítástechnikai tanteremmel, emellett pedig sok teremben található digitális tábla, melynek használatával érdekesebbek, interaktívabbak a tanórák. Az iskola 2011-ben elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont címet, a gyerekek differenciált képességfejlesztő csoportban tanulják a magyar és matematika tárgyakat, az informatikát és az angol nyelvet pedig emelt óraszámban. Az intézmény rendelkezik LEGO Education tananyag csomaggal, amely kapcsán délutáni szakkörök keretében megvalósul robotika foglalkozás is. Emellett természetesen egyéb tanulói képességek kibontakoztatására is van lehetőség, hiszen az oktatók biztosítanak énekkaros, sakk és rajzszakkörös, illetve kézműves foglalkozást. Is. Az intézmény több tábort is szervez az év folyamán a fiataloknak, nyáron a nagyobb a kerékpározás közben csodálhatják meg a Balaton környékét, a kisebbek pedig erdei iskola jellegű programokkal színesített időt tölthetnek különböző helyszíneken, télen pedig a síelés örömeit élvezhetik a gyerekek. Az oktató-nevelő munka részét képezi Kazincbarcikán az Irin János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája. Az iskolában lépéstől kezdődően minden évfolyamon kiemelt fontosságú és hangsúlyú a református keresztény értékrend szerinti életvitel kialakítása és a hittanoktatás. A Tompa Mihály Általános Iskola akkreditált kiváló tehetségpont, ahol komplex tehetséggondozó program működik, amely folyamatosan megújuló módszer és eszköztárával megfelel a 21. század kihívásainak. Ebben kiemelt helyen szerepel az anyanyelv és irodalom, a matematika és az idegen nyelv oktatása. Az oktatási eszközök között megtalálhatjuk a LEGO matematika készletét, a B-Boot robotméhecskéket, amelyek már első osztálytól kezdve játékosan segítik a digitális kompetenciák fejlesztését. Az intézményben nagy szerep jut a táblajátékoknak is, hiszen a táblás játékokon keresztül szerzett ismeretek logikus gondolkodásra, következtetésre nevelnek. A pályázati támogatással beszerzett 310 társasjáték a tanítási órák mellett a délutáni szakköri programok tárát is gazdagítja a kreatív játékok műhelyében. A
Az iskolában az angol nyelv oktatásának legfőbb célja az idegen nyelvi kompetenciák és a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint a nyelvi bátorság és a pozitív érzelmi kötődés kialakítása. Mindezt segítik az interaktív és mobil eszközök, melyek lehetővé teszik a tananyag minél alaposabb elsajátítását és az idegen nyelv valódi élethelyzetekben való alkalmazását, kihasználva a Web 2.0-as alkalmazásokat, tananyagszerkesztőket. Az iskolában több sportolási lehetőség közül is választhatnak a gyerekek, alsó tagozatban bozsikfocit, miniteniszt és kézilabdát, felső tagozattól pedig atlétikával és röplabdával is bővülnek a lehetőségek.